November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját, amelynek népszokásai egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaóban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Az ókorba vezethető vissza Szent Márton ünnepe, aki 316-ban vagy 317-ben született, és az a, hát nem éppen magyar, de magyarországi aktualitása, hogy Savaria területén, tehát a Pannonia provincia Savaria városában a későbbi Szombathelyen született. Ő az első keresztények egyike volt, és ezért, hát ugye később aztán szentté is avatták. Na most a magyarországi hagyományokról is sokat lehet beszélni, akkor a középkori európai hagyományoknak is igen nagy múltja van, hiszen amikor ő meghalt 397-ben, Túr városában, tehát a franciaországi Túr városában lett eltemetve, akkor nem csak a birodalom valamennyi részén igen nagy kultusza volt, de kiemelhetjük itt a Dunántúlt is, ahol azt lehet mondani, hogy talán a magyar néphagyományban azért is maradtak meg, vagy azért is volt a leggazdagabb hagyomány a Dunántúlon, mert mint Savaria szülöttje, később is éltették ezt a hagyományt. Bereznei Zsuzsanna néprajzkutató, a Kecskeméti Katona József Múzeum nyugalmazott főmúzeológusa elmondta, igen sok legenda él Szent Mártonnal kapcsolatban. Ezek a középkori eredetű hagyományok aztán meg kell mondani, hogy a 20. századra már egy kissé elhalványultak. Tehát itt a Márton napi liba, a liba ét, mint az egyik fő ünnepi étel, hiszen volt ennek az ünnepnek egy olyan gazdasági háttere is, hogy ekkorra ősz végére már befejeződtek a különböző őszi gazdasági munkák, kifort az újbor, tehát egy bizonyos terményünnep is volt ez azért eredetileg, csak aztán nyilván a kereszténység kapcsán egyházi vallási tartalommal is kibővült. Manapság már talán azért nem annyira ismert az emberek számára ez a régi hagyomány, mert bizony ez a 20. század elején körülbelül már úgy annyira elhalványult, hogy már a néprajzkutatók sem nagyon találkoztak ilyen adatokkal. Természetesen levéltári forrásokban azért nagyon-nagyon régre vissza lehet vezetni ezeket a dolgokat, illetve most vannak már néhány évtizede új keletű szokások is. Ezek az új keletű szokások pedig hát tulajdonképpen nem a magyar néprajzban gyökereznek, hanem ugye jó néhány évtizede elterjedt Magyarországon a német nemzetiségi óvodákban az, hogy ezt a régi szokást mintegy a gyerekek ünnepévé tették, és például lámpionokat készítenek a gyerekek, este felvonulást rendeznek, tehát tulajdonképpen ez a egykori pogány ünnep, aztán ugye az őszi termény ünnep, mert ugye ilyenkor kellett a jobbágyoknak különböző adományokkal is járulni a földesurakhoz. Tehát nagyon-nagyon régi, olyan szerteágazó ez a hagyomány, hogy igazán nem is lehet olyan tömören összefoglalni, hiszen még olyan példa is van rá, hogy Dunántúli faluban a reformátusok, akik ugye nem tisztelték így különösképpen a szenteket, mégis megtartották a Mártonnapi hagyományt, mármint a Mártonnapi lakomának a hagyományát, hiszen ő évszázadokkal korábban a reformáció fölvétel előtt ők is ugye katolikusok voltak, és tovább őrizték ezt a hagyományt. Vagy például nagyon érdekes dolog az, hogy a bécsi udvarban, a bécsi császári udvarban is a magyarországi zsidók például liba adóval járultak ezen a napon, Szent Márton napján a császárhoz.
Nagyon sokszínű a hagyomány, van egy-két hiedelem, amelyet sokan a mai napig komolyan vesznek. Ha Márton napján havazik, akkor enyhetél lesz, hogyha sáros az idő, vagy száraz, nem esik a hó, akkor arról is a különböző időjóslások a különböző vidékeken más-más jósoltak, vagy például a hajós isvábok a Márton napon elfogyasztott liba csontjáról, hogyha az vörös, akkor ilyen idő lesz, hogyha a fehér, akkor másmilyen idő lesz. Tehát ezek a nem igazán lehet ezeknek a tehát ilyen jellegű hiedelmek olyan archaikus mélységben, mint sok más szokás esetén nem maradtak fenn, hiszen ez csak egy jeles nap volt, ez nem egy olyan nagy ünnepkör volt, amihez aztán már igazán sokoldalú szokások kapcsolódhattak volna. Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik, tartja a mondás. Ez a karácsony előtti 40 napos bőjt előtti utolsó ünnepnap, amely főleg az ételekről szól. Ilyenkor mindenféle libából készült ételt készítenek, illetve fontos az újbor szerepe is. November 11-én a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani.